A teremtés ősi kódja Létezik egy olyan ősi kód, amely a teremtés alapja. Mérettől függetlenül minden atom és mikroszkópikus szervezet, valamint a legnagyobb galaxisok is ugyanazt a sémát követik. Vajon miért? Milyen következményekkel járna, ha megfejtenénk és közreadnánk az életemen nagyszerű titkát? Létezik egy minta, amely minden energia és struktúra kulcsa a világban. Ha misztifikálni szeretnénk, akkor ősi kódnak is nevezhetnénk. Ez utóbbi azért nem túlzás, mert ahogyan látni is fogjuk, tudásunk javarésze visszavezethető erre az egyetlen ősi ábrára. Arthur Jung az a fizikus, aki újra felfedezte a tóruszként ismert alapminta jelentőségét nevezetesen azt, hogy minden szerveződés ebből áll össze. Az evolúció egy olyan folyamat, amely látszólag önmagától szerveződik, de valójában léte mögött tervezettség van. A teremtés bizonyos alapsémákon, úgynevezett arhetipusokon keresztül bontakozik ki. A torus lényegében egy energiamező, amely mindent körbevesz és áthat. Jellemzője, hogy állandóan mozgásban van. Ha lecsupaszítjuk a torus formát és megfigyeljük az erővonalait, akkor megkapjuk azt a vázat, amely a titkokat rejti. Fuller pontosan ezt tette, s rátalált arra a struktúrára, amit vektor ekvilibriumnak neveznek. A meghökkentő felismerés azonban még csak ezután következett. Ugyanis, ha körbenézünk a nagyvilágban, akkor csak nem valamennyi ősi kultúrában visszaköszön ez a mintázat. A legklasszikusabb minta az egyiptomi Abüdoszban található. Ennek kora jóval a történelem előtti időkre datálható, és ma senki sem tudja megmondani pontosan, hogy milyen eljárással örökítették meg a templom monumentális gránit oszlopain az életvirágaként ismert ábrákat, mert hogy több is van belőlük. Tovább kutatva ennek a mintának a testvéreit találjuk a következő helyeken. Egyiptomban, a sínai hegynél. Kínában, a tiltott városban és több más templomban is. Japán számos templomában. India számos templomában. Libanonban és jó néhány iszlám mecsetben, Szíriában, valamint megtaláljuk Izraelben, például Maszadában, Örményországban, a Tatev monostornál, Atamár-szigetén egy templom falán, Marokkóban, Törökország több régi római telephelyén, Bulgáriában, ezen kívül Görögországban, de találkozunk vele Olaszországban, Spanyolországban, Írországban, Norvégiában, Finnországban, Dániában, sőt Magyarország területén is, hogy Ausztriáról, Peruról és Mexikóról már ne is beszéljünk. Az élet virágának sok elnevezése ismert de a teremtés kódjaként végtelen sok formában tetten érhető. Például keleten a mandalákban és az építészetben, nyugaton a rózsablakokban, a festészetben a mandorlában, ez ugyebár dicsfény, tehát dicsfény alakú, vagyis mandula alakú ábrázolásokon a középkorban, valamint a labirintusokban és a templomokban, sőt a művészetekben, a spiritualitásban, és az írásos emlékekben a világ minden táján visszaköszön az életvirága, nem beszélve az olyan közismert szimbólumokról, mint amilyen a Dávid csillag, vagy a saját farkába harapó kígyó. Mindebből kitűnik, hogy azok a fizikusok és biológusok, akik rábukkantak erre a formára, olyan ősi eltitkolt tudásra éreztek rá, amely forradalmasíthatja a világot. Állítólag a torus és a vektor equilibrium adja kulcsot az ingyen energiához. Vagyis a tiszta, más szóval nullponti energiához, amely egy kiapaszthatatlan forrása lehetne a jövő emberiségének. De ugyanez a titka az antigravitációs technikának is. Ám de az olyan feltalálók, akik kézzelfogható eredményeket tudtak elérni ezen a területen, mind mellékvágányra kerültek, illetve kutatásai útjába komoly akadályokat gördítettek, ha ugyan furcsa, véletlenek folytán félre nem állították őket. Ilyen volt többek között Nikola Tesla, akinek minden kutatási anyaga szőrén szálán eltűnt, illetve a laboratóriuma leégett. Vagy említhetnénk John hutchinson akinek eddig háromszor rámolták ki a laboratóriumát. Eugene Mellót is megemlíthetjük, aki például a Harvardon tanított. 2004-ben brutálisan nagyon verték. Vajon milyen áttöréseket éltünk volna meg, ha az ilyen tudósoknak sikerült volna szabadalmaikhoz megfelelő mecénásokat találni, és találmányaik széles körben elterjedtek volna világszerte? Nagyon úgy fest a helyzet, hogy mind az ősi kultúrákban felelhető bizonyítékokat, mind a matematikusok és fizikusok zseniális találmányait egy erő nem engedi hatni a mai világban. Számtalan szabadalmat nem használhatunk. De bízzunk benne, hogy ez a visszatartó erő hamarosan gyengülni fog, és a titkok egy része a mi fogja szolgálni, mind technológiai, mind spirituális értelemben. Boldog napot!